Köszöntöm a Hírefem Rádió hallgatóit, a civil kört hallják. A műsorvezető Gajdi Csottó is köszöntöm mai vendégeimet, Hoppál Hunor Cikla Leventét és Szűcs Gábor. Sziasztok! 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 Természtok. Köszöntök mindenkit! Az év előző év utolsó és az új év első adását elég optimista hangulatban kezdtük ahhoz, hogy most egy kicsit menjünk vissza a talajszintre és nézzük meg, hogy mi vár itt ránk különösen azokból a jelenségekből és történésekből kiindulva, ami az elmúlt néhány napot meghatározta. Felbojdult Európa, nem csak a háború sújtja most már, ami itt zajlik közvetlenül a szomszédunkban Európa népeit, hanem most már ennek a háborúnak a következtében kezd tele lenni a hócipője jó néhány nemzetnek azzal, ami az európai reakciókból rájuk szakadt. Kezdjük talán Németországgal. Felvételünk időpontjában Németország megbénult. Nem járnak a vonatok, elállták az autópályák nagyobb felhajtóit, kereszteződéseit. Berlinben a Brandenburgi Kapu előtt traktorok százai állnak, és eléggé parázs hangulat. Ti hogyan látjátok, mi lesz ott Németországban? Ugye itt az volt ennek a kiváltója, hogy a dicsőséges német kormány a megszorítások keretében a mezőgazdasági támogatások megnyírbálását helyezte előtérbe, és közöttük például a traktorokra vonatkozó gépjármű adó mentességnek a megszüntetését, vagy például a traktorok által használt dízelnek a, a visszatértésének a kérdését, és ezután kialakult ez a helyzet. Én foglalkoztam korábban évekig ilyen német és osztrák belpolitikai eseményekkel cikkeimben, és pont egy barátom ennek kapcsán megkérdezte, hogy én mire számítok, és azt mondtam neki a minap, hogy ha egy jól működő, valóban európai jogállam lenne, akkor ez az egész jelzőlámpa koalíció és ez a Scholz garnitúra még a mai nap megbukna, és ezek után az intézkedések után beadná lemondását, mondását, és ezek után a demokratikus tüntetések után, de mivel nincsen naivitásunk, és nincs olyan nap Nyugat-Európában, ezért sajnos azt látom, hogy, és akkor ezzel csatlakoznék a pessimista hangvételhez, hogy itt nem lesz ennek érdemi következő, mert tulajdonképpen a nyugat-európai politikum az már hosszú évek, de mondhatnám azt is, hogy évtizedek óta a következmények nélküliség politikáját folytatja, és akár az emberekkel szemben is ezt műveli. Ennek a leképeződése ez az elképesztő tüntetés sorozat, és az, hogy több száz méteren keresztül ott álltak állnak Berlinben is a traktorok. Tehát egy hatalmas közösségi élmény lehet, és egy hatalmas összetartás ezen a német emberek részéről. Mégsem lesz, én szerintem, olyan felhajtó ereje, hmm. hogy itt kormányban Amit büktatát, tudom. Mondod, az csak az egyik oldala ennek a, a nagyon furcsa érmének. A másik az, hogy közben egy Folytában azzal érvel a kancellár is, meg úgy az egész politikai garnitúra, hogy Ukrajnának még több pénzt kell adni. Na ezt borította ki igazán a bilit. Így van, ugye én egy fokkal még inkább hátrébb lépnék, azt előre bocsátva, hogy a következtetéseddel egyetértek. Tehát szerintem sincs egyébként veszélyben a kormány most még. Ugye egy idő után azért ezelőtt nem lehet elmenekülni, mert ott is négy éves a választási ciklus, de Németországban ritkán szokás idő előtt megbukni. És most különösen azért nem tartom ezt valószínűnek, mert mind a három kormánypártnak az elemi túlélési érdeke az, hogy együtt maradjon a kormány, ugyanis mind a három kormánypárt rendkívül rosszul járna, hogyha. Most most előre választásokat kellene tartani. Mm. Ja, ebben az esetben a liberálisok kiesés szélén vannak, a zöldek jóval kevesebb szavazatot kapnának, és a szociáldemokraták is, hát már a dobogó sem biztos nekik, és történelmi legrosszabb helyezést érné el az a párt, amelyik egykor ugye állandó első vagy második helyezettje, és vagy kormány, vagy fő ellenzéki pártja volt Németországnak. Tehát... Érdekük az, hogy húzzák az időt, és amik csak lehet, meg próbálják hatalmon, hatalmon tartani magukat. De ebből a szempontból kicsit hasonló a helyzet, mint a Gyurcsány kormány utolsó éveiben, hogy akkor is már egyértelmű volt, hogy a közvélemény elfordult tőlük, de ők megpróbálták a ciklus utolsó percéig kitartani a hatalmukat. Mm -hmm. Tehát ebből a szempontból valóban hasonló a helyzet Németországban is. És ugye a másik dolog, amire még én visszaszerettem volna menni, hogy egyetlen miért kellettek ezek a megszorítások, amik ugye valóban a Hunor nagyon pontosan elmondta, hogy hogy milyen döntéseket hozott a kormány. Ezekből ugye most részleges visszatáncolást látunk, de a gazdák azt követelik, hogy teljes mértékű visszatáncolás legyen, tehát nincs még megegyezés egyáltalán. Azért jutottak ide, mert keletkezett egy 60 milliárd eurós lyuk a német költségvetésen. Ez a 60 milliárd euró, hogy érzékeljük, ez ugye kétszerese annak az összegnek, amivel Brüsszel tartozik Magyarországnak, ha mindent beleszámolunk. A 7 éves büdzsét, a helyreállítási alapot, mindent, tehát ennek a kétszerese hiányzik Németországból, mégpedig azért, mert az Alkotmánybíróság megsemmisítette egy átcsoportosítást. Ugye itt címkézett pénzről van szó, korábbi 60 milliárd euró, ez maradt a koronavírus alapból. Ezt jogszerűen csak koronavírus utáni helyreállításra lehetett volna elkölteni, hiszen erre címkézte meg a német parlament. És ezt a kormány úgy gondolta, hogy csak úgy átpakolhatja a klímavédelmi alapba, ugye a zöld párt Kedves programpontjának a végrehajtása érdekében, és az Alkotmánybíróság pedig megállapította, hogy a címkézett pénzt nem lehet csak úgy átcímkézni, tehát ez nem alkotmányos, és ebből adódóan ez a 60 milliárd eurós klímavédelmi alap, ez hirtelen eltűnt. Uh -huh. Ennek egyébként a politikai háttere pedig az, hogy ugye a zöldek és a liberálisok, azok gazdaságpolitikában gyökeresen ellentétes állít, állásponton vannak. Ugye az, a liberálisok azok az ipar, a német iparpártjáról beszélünk, tehát ők az alacsonyadók, a, Kis állam hasonló politika mentén vannak, és ellenzik a nagy állami beruházásokat is. Ezzel szemben a zöldek viszont minél több adóbevétel, hitelfelvétel és abból nagy beruházások a klíma legnagyobb dicsőségére. Tehát ezt a két álláspontot úgy tudták csak összeegyeztetni, hogy adóemelés és hitelfelvétel nélkül legyen klímaberuházás, így ez, ez volt a trükk, ez a 60 milliárd eurós átcsoportosítás, csak erről derült ki, hogy alkotmányellenes. Tehát ez az előzménye az egész politikai helyzetnek és most kétségbe esetten keresik a megoldást, mert látható, hogy a német gazdákat persze nem önmagában ezt háborította fel, ez ugye utolsó csepp volt a pohárban, és a, a többi cseppet pedig valóban a többek között a háborús politikája jelentette a Solc kormánynak, hiszen olyan nagymértékben finanszírozzák Ukrajnát a német költségvetésből, hogy akkor so, sok minden másra so már nem marad pénz. Tehát amikor a prioritások rosszul vannak meghatározva, és és Ukrajnát minden módon segítik, de mondjuk a saját élelmiszerellátásukat biztosító mezőgazdaságot pedig, pedig nem annyira, és inkább tőlük elvesznek. Azt gondolom, hogy ez joggal háborítja fel. Más, más nem mondjuk ott külügyminiszter jelentette ki, hogy itt nem érdekli a német. Igen, igen. Van. ez, én volt a, ez volt a másik nagyon érdekes momentum. A zöldpárti külügyminiszter Anna Léna Bérbak azt mondta, hogy nem számít, hogy az ő német választói mit gondolnak. Ő akkor is ukrajna Itt a, az urak kimerítő válasz után nehéz még hozzátenni, vagy hogy maximálisan egyetértek. Ugyanakkor itt ugye Levent említette a 60 milliárd eurót, hogy az mekkora összeg, minek a kétszeres is. Tudjátok, mivel egyezik? az az összeg, amit az Európai Unió Ukrajnának szeret adni. Tehát Brüsszelben egy ekkor összeget szánnának Ukrajnának, ezzel is elnyújtva, elnyújtva, a háborút. Na most igen, itt az alkotmánybíróság volt egyébként a kájha, tehát odáig akarunk visszamenni. És ezért a német alkotmánybíróságot, ezt nem kell félteni, ha csak a zolange ítéletekre gondolunk akár. De itt ugye a 2009-es adósság fék volt az, 2009-ben vezetében, hogy nem lehet csak úgy átcsoportosítgatni bármit, pontosan itt is Illetve, lehet, hogy nem lehet írni. hitelfelvétellel túl Újabb bizonyos, bizonyos kereteket. Tehát igen. az az ne el úgy, a görög. Ugye Pontosan. ez egy előrelátó intézkedés volt egyébként, csak a zöldeknek nem tetszik. Igen. Tehát gyakorlatilag hitelből ne finanszírozhass hitelt, ez így röviden lefordítva. Igen, igen. Továbbra azzal is egyetértek az urak, hogy nem lesz itt újabb a választás, valószínűleg legalábbis előrehozott. Ezek nem olaszok, nem szlovákok. Tehát vannak olyan országok, ez divat, nem Németországban ők ennél rendszeretőbbek. Viszont ne felejtsük, hogy ezért mégiscsak képviseleti demokráciákról beszélünk. Tehát a képviseleti demokrácia alapja, és ugye közvetett demokrácia, hogy a nép választott képviselői útján gyakorolja a hatalmat. Na most, amikor a hatalom gyakorlói nem képviselik a nép jelentős részét, akkor ott valóban keletkezik egy alkotmányos válság. Szerintem és Németországban jelenleg ez van. Tehát legfrissebb közvéleménykutatások szerint 33%-on áll a három párti kormánykoalíció. Három pártból sikerül 33%-ot összehozni. Itt csak így zárójelbe jegyzem meg, ugye nálunk diktatúra van, ahol két pártból jön össze több mint 50%, tehát úgy vessük össze a kettőt. Németországban még érdekesség, hogy egyébként a második helyen közvéleménykutatások szerint az AFDA az a párt, amit szintén van erre persze a német alaptörvényben rendelkezés, hogy elméleti síkon lehetséges, bekívánnak tiltani. Tehát ebbe az irányba mennek, hogy pártbetiltást úgy. hajtsanak végre. Első lépés már meg is volt. Tehát uh, gyakorlatilag mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jobb oldal hatalomra kerülhessen, hogy a jobb oldal, akit most úgy néz ki, hogy a német társadalom többsége támogat, hogy ők esetleg átvessék a kormányrodat. Az pedig, hogy ö, Ukrajnának akarnak nagyobb forrást adni a gazdák helyett, látszik a felháborodás. És ez Németország, itt újra hangsúlyozom, hogy nem a franciákról beszélünk, akik bármelyik héten hajlandóak. A nem, nemzeti a... sportot sport a tiltakozás a franciáknál. Igen, de, igen, de a, a németeknél nem. Igen, tehát a németeknél nem azért vannak igen. nagy sugárútak, hogy ne lehessen lezárni barikádokkal, <laughs> mint a franciáknál, de hát itt azért ott a champs -E hasonlóan nem szoktak az Unterden, Lindenen a különféle szemetek. Itt arról van szó, hogy megelégelték a németek. Tehát az, hogy több ezer traktor van kint az utakon, és konkrétan megbénítják az ország működését, egy ekkor ország működését, az jelentős problémákra utal, úgy érzem, amit meg kell oldani. Nézzük egy másik területét a probléma halmaznak, annak érdekében, hogy hát ha ki tudnak billenteni benneteket ebből a úgyse fog történni semmi álláspontból. Migráció. Ugye német az Európai Bizottság elnöke, aki, minthogyha nem ezen a földön élne, vagy legalábbis valaki jó kupán nyomta volna, és nem látja, hogy mi történik körülötte, továbbra is azt szajkózza, hogy millió számra kellene idehozni a migránsokat, annak érdekében, hogy a, a munka... Ö, ügyi problémák, meg a demográfiai problémák valahogy orvoslásra kerüljenek. Ezzel szemben Németországban egyre több politikus, szinte pártállástól függetlenül kezdi belátni, hogy Németország nem bírja már azt a terhet. Már az sem, ami most ott van, hát ha még, ezt millió számra valaki még oda akarja csődíteni. 80 a kitoloncolási kísérleteknek hamvába hal, tehát képtelenek azokat, akik nem alkalmasak a beilleszkedésre eltávolítani. Ugyanakkor senki nem akar tenni semmit annak érdekében, hogy újabbak és újabbak érkezzenek oda. Na most nézve a, a gazdasági problémákat, az energetikai problémákat, mindent, amiről eddig beszéltek, meg ezt még hozzátéve, na mi lesz akkor Németországban? reméljük, és egy ilyen, akkor most legyek én akkor az optimizmus és a remény hangja, akkor itt a legfiatalabbként, hogyha már Gábor felvetette a korábban a műsor előtt a vendégek között a legidősebb szerepét. Remélünk talán egy változást, és egyébként érdekes ránézni a német belpolitikai térképre abból a szempontból is, hogy 2015 környékén, amikor a Merkeli meghívó levél megérkezett a közel közelkeleti és észak-afrikai migránsok részére, akkor egyébként a német liberálisok, akik most egyébként a kormány koalíció részesei, egy ezt opponáló és ezzel ellentétes álláspontot fogalmaztak meg, és egyfajta migráció ellenes politikát követtek, tehát egy nagyon érdekes és talán a Magyarországi Törésvonalak szempontjából is unikális politikai térképet láthatunk ott Németországban ebből a szempontból is, és Mondott, hogy ugye Ursula von der Leyen a Német-Európai Bizottsági Elnök is a migráció további támogatását szorgalmazza, és tulajdonképpen az illegális bevándorlásnak a valamilyen nagyon groteszk és frankensteini módon legális etételét. És itt tényleg felhetnék egy olyan kérdést, hogy nagyon sokszor bírálták az utóbbi időszakban és Orbán Viktor és a magyar kormányt az kapcsolatban, hogy miért indít plakátkampányt Ursula von der Leyen és a jelenlegi brüsszeli vezetés ellen, hiszen ő volt az egyike azoknak, akik hangoztatták és támogatták 2019-ben von der Leyen bizottsági elnök kiválasztását. És itt tényleg egyébként a valóság bármennyire is szereti a 444 gonzó szalag címekkel megtámasztani azt, hogy milyen egy vicces és hiteltelen formula ez az Orbán Kamer részéről, de az a valóság, hogy igenis időközben megvették font Tehát tulajdonképpen az, hogy ő Soros Zsoltban áll, amerikai Zsoltban áll, és az amerikai érdekeknek megfelelően, és azoknak az erőknek megfelelően, amelyek diktálják E, tulajdonképpen Európa tönkretételének a doktrináját cselekszik. E, ennek a leképeződését és eredményét láthatjuk mind az európai politikai térben, mind pedig a német kormányházatáján, hogy szintén e, Solcék és ez a kormánykoalíció erőlteti ezt a kérdést. Csak egy szó von der azt ne felejtsük el, hogy az alternatíva Manfred Weber volt. Tehát A demokráciában mindig az ember a szavazólapon lévő alternatívák közül vál választ, és hogyha azok között ilyen a választék, az persze nem jó, de, de hát mégiscsak valakire szavazni kell. Tehát azt gondolom, hogy Manfred Weberrel sokkal rosszabbul járt volna az Európai Unió, de ez nem menti úszóra von der leyen azok alól a hát, minimum megkérdőjelezhető, de inkább káros lépéseitől, amit az elmúlt közel öt évben vagy négy és fél évben csinált. A migrációra visszatérve, az valóban egy nagyon érdekes kérdés Németországban, ugye csak hogy érzékeljük, hogy miről van szó, ők több mint 200 ezer olyan ember tartózkodik jelenleg Németországban, aki ellen jogerős kiutasítási határozat van. Tehát nem azokról beszélek, akik, akiknek még bizonytalan a helyzete, vagy akik csak úgy illegálisan ott vannak, akikről tudja a német állam, hogy ott van, megvizsgálta a menedék és elutasította azt, majd megállapította, hogy kötelesek elhagyni Németország területét, és még mindig ott vannak. Tehát ez 200 ezer ember, és ez, ez, akit, ez akiket látunk. És ugye tavaly össze volt két fontos tartomány, nagy választás, Hessenben és Bajorországban, ugye Hessen ez a középső rész Frankfurt például oda tartozik, és Hessenben a szociáldemokrata belügyminiszter asszony, tehát akihez a migráció tartozik, ő volt a szociáldemokrata pártnak a miniszterelnök jelöltje, lista vezetője. és Ebben az időszakban ő elkezdett kampányolni, nyilván a pozícióját is erre felhasználva, elkezdett retorikát váltani a migráció ügyében, és úgy tett, mint aki most majd fellép a migráció ellen. Hát nem hitték el neki a választópolgárok, úgy láttam, hiszen történelmi mélyponton szerepelt a szociáldemokrata párt a választáson, és ezt követően el is, mintha elhalkultak volna ezek a, ezek a migrációkritikus hangok, tehát volt, volt egy nagy nekibuzdulás, hogy mint hogyha mondjuk a kitoloncolásokat felgyorsítanák, vagy, vagy megváltoztatnának bizonyos dolgokat, de de ezekről egyelőre nem látni, hogy érdemi előreadás lenne. Amiben viszont van előrehaladás, az az állampolgársági törvény. Erről viszonylag keveset beszélünk mostanában Magyarországon, pedig halad a Bundestagban a jogalkotás. Tehát egy olyan állampolgársági törvényt kezdeményezett ez, a, ez az koalíció, hogy jelentősen könnyebb és gyorsabbá váljon a német állampolgárság megszerzése a bevándorlóknak. Ami ugye azt jelenti, hogy még kevésebb eséllyel lehet majd azokat kitoloncolni, akik adott esetben nem fogadják el az együttélés szabályait, hiszen állampolgárt nem lehet kitalancolni egy adott országból. Tehát, tehát aki, aki adott esetben mondjuk randalíró szilveszterkor, ami most már szintén egy nemzeti hagyományá vált, bár nem a németek nemzeti hagyománya, de a Németország területén található nemzeti hagyományá vált, hogy, hogy szilveszterkor valamiféle randalírozás történik, hogyha ők éppenséggel könnyített módon állampolgárságot kaptak, akkor nem lehet őket kitalancolni. Vagy adott esetben ugye szavazati joguk is lesz, ami szintén érdekes. Tehát egy ilyen törvény van jelenleg napi a, a de én azt gondolom, hogy amíg ezek a törvények napirenden vannak, és a valódi kitoloncodásokat nem hagyják végre, addig nem lehet komolyan venni egy percig sem azt, hogy mit képvisel, mit mond a német kormány a migrációs tekintetben, és az Európai Unióban ugyanez a helyzet, mert ott továbbra is a kvóta rendszer van napirenden, ugye tavaly év végén elvileg egyfajta előzetes megállapodásra is jutottak erről, tehát az Európai Unióban is látunk retorikai változás, de közben a napirenden lévő joga alkotási javaslatok, azok továbbra is ugyanabba az irányba mutatnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehet ebből a szempontból megnyugodni, hanem kifejezetten az európai parlamenti választás lesz az az alkalom, amikor legalább, legalább meg lehet mutatni, hogy ezek az irányok mondjuk jó e vagy Hát, ugye ja, Hunor azt mondta, hogy ő lesz az, aki optimista. Amikor azt mondta, hogy ezt azt hittem egy mondattal le tudja a választ, wir das. Tehát ugye volt ilyen, Angela Merkel, ezt hallottuk, megoldjuk. Tehát, hogy ő laza volt, azt mondta, hogy megoldjuk. Aztán rá négy évvel Sopron már azt mondta, amikor a Orbán Viktorral találkoztak, hogy új startra van szükség a migrációhoz, ez így hangzott el. Azóta ti hallatok Angela Merkelről? Valahogy ugye eltűnt hirtelen, mert nem is indult ugye kancellár jelöltként, és úgy ne, el, valahol ott Berlinben sétálgat, de mi már a politikában nem nagyon hallunk róla, és ne várjuk azt a a koalíciótól, hogy majd ők tehát a, a valosok, a liberálisok, meg a zöldek, vagy pont ők fogják a migrációt szigorítani. Tehát pontosan így van, ahogy Levent mondta, a jogalkotási eljárásokat kell megnézni. Meg kell nézni azt, hogy milyen törvénytervezetek vannak ma akár Németországban, akár az Európai Unióban, persze Brüsszelben törvényeket nem hoznak csak... Hogy semleges a nem is lehessen szólítani téged. Az Igen. Ott van. Igen, és a férfiak szülhetnek. Ez hát vár... az 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 ezt az Európai Parlament már megszavazta. megszavazta e, e, mert úgy, úgy, úgy is szavazásra a szülésre. remélem, hogy készültök ezt, már jogatokkal élni. Tehát, hogy a, 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 az uniós rendeletek sem ebbe az irányba haladnak, és pontosan így van, az Európai Parlamenti választás lehet az, ahol ezen változtathatunk. Nem a bal liberális politikusoknak a fejében az a lelkésünk, nem ott. A választás lesz az. És Németországban sem várhatjuk a jelzőlámpa koalíciót, hogy ő majd hirtelen migráció ellenes lesz, bármi is történjen, sajnos az országukban. Tehát Münchenben azért a Marienplatz sem úgy néz ki, mint öt évvel ezelőtt. Csak öt év alatt óriási változások mentek végbe. Mm. Németországban nem a politikusok, Németországban tüntető gazdák mutatták meg azt, hogy igenis elegünk van és igenis változást Igen. akarunk. Ugyanígy lehetne tüntetni egyébként a bevándorlók ellen is. A probléma az, hogy amint az állampolgársági törvényen lazítanak, legalábbis a szigorán lazítanak, amint állampolgárságot kapnak ezek az emberek, onnantól, mivel a teljes Európában, a jus sanguinis, az a vérségi elvérvényesül, Innentől, amint ezeknek az embereknek gyermekük születik, ők már automatikusan német állampolgárok lesznek, azt az állampolgárságot soha nem veheti el tőlük senki. Onnantól ők már a német állam szerves részei lesznek, de valójában a német kultúrát soha nem fogják, mert nem is akarják a magukévá tenni, és ugyanolyan állapotok lesznek, mint a Párizs környéki nógózónák. No? Csak, még egy gyors megjegyzést szeretnék, mert az is nagyon érdekes és fontos, amit a Hunor a liberálisokról mondott, és valóban most a nagyon szépen belesimultak már ebbe a kormányba. Ez meg is látszik a támogatottságukon, ugye 11-12 százalékot kaptak legutóbb, és most a kiesés szélén, tehát 5 körül vannak. Csak annyit érdemes tudni, hogy a német liberálisokat hagyományosan a jobb oldalhoz szokás sorolni, amint mondtam, ez a vállalkozók és az iparpártja, tehát ők egyfajta ilyen, nem, nem ilyen, nem ilyen balliberális, mint mondjuk az SDS volt itthon, vagy, vagy más liberális pártok, hanem ők egy ilyen piacpárti, iparpárti, gazdaságpárti párt mm. voltak hagyományosan, és egyébként pont, persze voltak vargabetűik, mert volt, hogy a szozdemekkel kormányoztak, aztán átálltak a cd hoz aztán most megint a kormányoznak, ami biztos, hogy a szavazóbázisuk megsínylett. Ezt, mert a, nehezen nyelték le ennek a pártnak a szavazói többségében azt, hogy a, a hagyományosan a CDU közelében és velük koalícióban kormányzó liberális párt átállt a baloldalhoz és kétségbe esetten próbálnak valami arcélt fel, felmutatni, de nem igazán sikerül. Mm. Egy ez kísértetiesen hasonlít arra, mint amikor volt egy jobbik nevű párt Magyarországon, már keveset lehet hajni a támogatottságuk elég alacsonyan van, mm. annó ők is átálltak a bal az és, <laughs> és jól tudom, a szavazó táboruk a, 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 a szavazók annyira nem szokták szeretni, amikor egy párt, akit támogatnak, az hirtelen oldalt vált. Tehát Művészet, ez egy 180 fokos Elvezette Élvezettel hallgatnak titeket, de tovább kell lépni, mert rettenetesen telik az idő. Összefoglalóan annyit mondanék Németországtól, hogy akkor az a legoptimistább forgatókönyv, hogy nem mérgesedik el még inkább a helyzet. Ugye ennyit mondhatunk. Jó. Lengyelország. Lengyelországban beszélnek már államcsínyről, de mindenféleképpen a demokrácia lebontásáról. A köztelevízióban törvénytelenül ezek nem az én. Nem az én véleményem, onnan jövő hírek alapján mondom. Törvénytelenül, alkotmányellenesen lecserélték a teljes vezérkart, telerakták volt Bolsi-Komcsi propagandistákkal, és letartóztatták a volt belügyminisztert, annak helyettesét. Ráadásul úgy, hogy megint csak alkotmányellenesen, törvénytelenül hatoltak be a köztársaság elnöki palotába, onnan hurcolták el őket. A gazdák ott azért tüntetnek, hogy ne árassz el Lengyelországot a Ukrán, ki tudja, milyen minőségű dömpingáron forgalmazott a mezőgazdasági termékek özöne, a fuvarozók azért tüntetnek, mert ne ígérjenek alájuk az ukrán gépkocsi vezetők, szóval áll a bál Lengyelországban is. És erre sincsen érdemi reakció. Tehát én itt egyébként vonnék egy olyan mérleget, hogy nézzetek meg, hogy tavaly ősszel itt a térségünkben, a Visegrádi országban két fontos választás volt, a szlovák előrehozott, illetve a lengyel parlamenti választás, hogy az egyiken nyerte a baloldali szuveranista, az európai patriótákkal szótértő Robert Fico, a másikon pedig ugye a három kisebb tönk összefogásával, bár a PiS nyerte meg a választást Lengyelországban, mégis Donald Tusk alakíthatott ismét kormányt, hiszen korábban már betöltötte a lengyel miniszterelnöki pozíciót. Mi történik most a brüsszeli reakció részéről, a, már nem a brüsszeli reakciósok részéről, hanem a, a brüsszeli <laughs> politikai reflektálás részéről, az, hogy folyamatos támadások alatt áll Ficúnak a kormánya bármilyen új Alkotmányos változtatásnak a bejelentésekor. Ugyanakkor, amikor láthattuk Lengyelországban azokat a jeleneteket, hogy erőszakkal bevették a közmédiát, most pedig az illetékes miniszter bejelenti, hogy akkor felszámolási eljárás alá vonják a közmédia intézményét. Semmilyen épkézdább reakció, egy rosszaló félmondat nem hangzott el brüsszeli bürokraták és uniós vezetők szájából, és csak még egy félmondat, hogy képzeljétek el ezeket a jeleneteket 2010 Magyarországán, amikor 8 év balliberális kormányzása után Orbán Viktor és kormánya beiktatásra kerül, és utána az m nél és további ilyen közmédia intézményeknél ezeket a nyársorokat láttuk volna. Gondoljatok bele, hogy milyen reakciók ezek van a nyugatról. Brüsszel képes volt azt nyilatkozni, hogy az Európai Bizottság szövője, hogy meg is személyisítsük, képes volt azt nyilatkozni, elképesztő cinizmus, hogy ők nem foglalkoznak, ők nem foglalkoznak tagállami belügyekkel. Tehát soha életükben persze ilyet Éles, nem tettek. És, tehát, és, és, és azukrán, hogy 8 éven keresztül más sem csináltak, mint lengyel belügyekkel foglalkoztak, és a konzervatív lengyel kormányt zaklatták, meg a magyart is, de most a lengyelekről van szó. Euh, Ezt követően amint az elfbarátaik hatalomra kerülnek, képesek azonnal, mint hogyha mi sem történt volna, átállni arra a vonalra, hogy ők belpolitikával nem foglalkoznak, és, és hát a lengyelekre van bízva, hogy mi történik. Tehát egészen elképesztő. Ugye itt nagyon sok szinten zavar nyilván engem jogászként is, meg politikailag is azért ez egy nagyon intő jel Magyarország számára, főleg annak fényében, hogy itt a Momentum egyik üdvöskéje be is jelentette, hogy ugyanezt csinálnák Magyarország is. Én... Szeretnéd, Tompos, szeretnéd ezt csinálni? Én, én azt gondolom, én azt gondoltam, hogy ezt csak mi hiszük, és ezzel vádoljuk őket, talán néha kicsit igazságtalanul is, hogy hát csak nem csinálnának azért ilyeneket, hát persze már 22 előtt is mondták, hogy feles többséggel alkotmányoznak, meg stb., tehát voltak azért, voltak azért jelek, de most, most ő ezt be is jelentette, tehát érdekes, de hogy... A, ami a médiával történik, az is nagyon durva. Én számomra mégis a leg, legerősebb és legfelháborítóbb ez a letartóztatott két képviselőnek a története. Itt ugye arról van szó, hogy őket a lengyel köztársasági elnök, ugye minden köztársasági elnök jogosult kegyelmet adni, és kegyelemben részesítette ezt a két politikust. Ráadásul mindez 2015-16 körül történt. Bűnük az volt, hogy állítólag túlkapásokkal küzdöttek a korrupció Igen, ellen. igen, visszaélés igen, ugye volt miniszterként és helyetteseként hivatkozunk rájuk, de nem a miniszteri tevékenységükkel kapcsolatban merültek fel a vádak, hanem korábban még a legelső PISZ-kormány alatt 2005-6-7 körül ők ugye korrupció ellenes munkát végeztek, és erre tekintettel ítélték el őket. Tehát a, ami, ami fontos az az, hogy elnökik egy elmet kaptak. Ez azt jelenti ugye minden jogállamban és civilizált országban, hogy innentől kezdve őket amiatt, az ügy miatt nem lehet bántani. Hiszen az elnök megkegyelmezett nekik. Ezt követően ugye a legfelsőbb bíróság mondott egy olyat, hogy az elnöki kegyelem nem érvényes, viszont az alkotmánybíróság, ami minden értelmes jogállamban magasabb szinten van, mint a legfelsőbb bíróság, hiszen ő értelmezi a legmagasabb szintű jogszabályt, az alkotmányt, azt mondta, hogy de, érvényes a kegyelem. Tehát van egy elnöki kegyelem, amire a legmagasabb szintű bírói fórum azt mondta, hogy ez jogszerű és érvényes, és ez teljes mértékben figyelmen kívül hagyva letartóztatták őket. Ez a tartalmi része, de van egy formai része módja is, hogy mi történt, a köztársasági elnök hivatalából vitték el őket. Na most itt ismét ugye fontos emlékeznünk arra, hogy jogállamban a köztársasági elnök hivatalába nem lehet egy kormányzati irányítású karhatalommal csak úgy demenni. Mert ugye ez megint egy ilyen alapvető dolog, hogy egy másik hatalmiák, vagy egy ugye az államfő az nem hatalmiák, hanem valójában az egész államnak a szimbolikus vezetője, tehát egy egy ilyen hivatalba, pont a függetlensége és a biztonsága érdekében különleges védelem van, speciális személyi védelme van, és ők intézkedhetnek az elnök hivatal területén, és a rendőrség pedig abban az esetben mehet be, hogyha az elnök hivatal erre engedélyt ad. Ugye ez megint egy alapvető jogállami dolog, és Lengyelországban, ezt nyilatkozta is az elnök hogy nem adtak engedélyt, tehát tudatosan nyíltan figyelmen kívül hagyták azt, hogy mi a hatásköre a rendőrségnek, és tehát ö, maga nem csak, a, nem csak az jogellenes és alkotmányellenes, hogy egyáltalán letartóztatták őket, de az is, hogy amilyen Ahogy módon ezt sülöttem. végrehajtották. Mm. Tehát rendkívüli ijesztő, rendkívül felháborító ez, a amikor. Na, ez tényleg a jogállam sérelme, mert ugye szoktak minket vádolni. Nem, nem. Tehát legyünk világosak. Ez tényleg jogállamiság is érelem, mm. és, és az, hogy ezt ígérik nekünk a baloldalról, Tompos Márton személyében, az pedig emlékeztet minket arra, hogy kikkel is állunk szemben. Fleg Zoltán szavai csegnek ah, igen. <laughs> amikor azt, azt mondta, hogy ahhoz, hogy visszaállítsuk a jogállamot, ahhoz még inkább föl kell függeszteni, föl kell mint, a Igen, igen, igen. Menjenek ezek oda, hova az a durva, tehát itt a Levent többször említette a jogállam kifejezést. Lengyelországgal kapcsolatban nem lehet alkalmazni. Tehát jogállam deficit van, de óriási, százszázalékos. Hátborzongató példák jutnak eszembe a múltról. Tehát először is Tompos Márton, amit mondott, ha mi átvennénk hatalmat, ugyanazt csinálnánk. Ezt tudjátok milyen? Még a második világháború után talpra sem állt Magyarország, de az államvédelmi osztályt azt már létrehozták rögtön vagy az első világháború után, amint lehetőségük volt, a tanácsköztesség megalakult, azonnal szamuelék mentek, és a páncélvonatról szártal verték az embereket, és akasztották őket fákra. Ugyanezek. Tehát nekik a szellemi jogutóduk Tompos Márton, és az összes olyan, aki azt mondja, hogy azt csinálják, ami Lengyelországban, mert ami Lengyelországban történik, az nem méltó európai demokráciákhoz. És még egy pár húzamot engedjetek meg. Amikor a belügy, volt belügyminisztert és helyettesét a köztársasági elnöki hivatalban letartóztatták, bevonultak oda, és őket Lefogták, elvitték. Az engem 1917. november 7-ére emlékeztet, amikor a bolsevikok bementek a téli palotába, és az ideiglenes kormánynak a tagjait ott lefogták, és azt mondták, hogy akkor innentől miénk a hatalom. Hát borzongató, és tudjuk, hogy mi következett 1917 után. Tehát Lengyelországban félelmetes állapotok vannak, és ami Egészen arcpirító és elképesztő az, az hogy Brüsszel semmit nem tesz. Egyetlen szót sem szóltak, sőt, amikor ezt szóvá tették Vera Jurovának, akkor azt mondta, a köztévi esetét mondták neki, azt mondta, hogy ő nem értesült semmi erről, neki nincsenek információja arra, hogy mi történik most a lengyel köztévében. Milyen érdekes, biztos azért nincs, mert lefoglalja, hogy a magyarban mi történik, mert azt viszont nagyon jól tudja. És az, hogy miért nincs jogállam ezeken Felül még. Nézzük meg egy kicsit, ahogy jogászkodtunk, ugye, hogy, hogy mi a jogi háttere, miért problémás a köztévé vezetőségek leváltása. Egy parlamenti határozattal módosítottak törvényt. Tehát a törvény a jogforrási hierarchia csúcsa. A parlamenti határozat az egy normatív aktus. Az nem nem törvény. Tehát az, az nem vonatkozik, Nem vonatkozik másra, csak a parlamentre. Or, csak a par, pontosan. Igen. Tehát, hogy az nem jogszabály, míg a törvény a legfontosabb jogszabály. Az jogforrás hierarchia csúcsa nyilván az alaptörvény, illetve az alkotmányjal, vagy azután. A másik pedig, ami történt itt, az, hogy a mentelmi jogokat felfüggesztik, ez egy dolog. De az, hogy így módon fogják őket is pontosan, csak lementül tudom ismételni, hogy egy köztársasági elnöki hivatalban, és úgy, hogy volt kegyelem. Tehát innentől ismét alkotmányos rendelkezést sértenek meg. A hivatal, vagy a hatóság szervei. És nyilvánvalóan ez felső hát ez politikai politizálással történik. És mindezt azzal az önbizalommal és higgadsággal teszik, hogy tudják, hogy őket most senki nem fogja megállítani. Ugyanúgy, és akkor ismét visszatekintve a múltba, tudták az ávósok, mondjuk az avh hogy őket védi a kommunista pártállam legfelül, meg védik Stárini. Ugyanígy ők tudják, hogy őket védi most az új lengyel kormány, fölötte pedig védi őket Brüsszel. És én miért mondom, hogy felette, mert egyébként nem áll egy szuverén kormány fölött Brüsszel, mert mi a tagállamok adjuk az Európai Uniót, csak hogy a parlamenti beiktatásakor, vagy a parlamentben a beszédében, uh, mielőtt a kormány beiktatták, a következőt mondta Donald Tusk, engedjétek meg nagyon rövid, hogy felolvassak tőle. Ezt mondta: helyre kívánja állítani Lengyelország megítélését az EU-ban, és elítéli a szövetség gyengítésén dolgozó kormányokat. Lojális és magabiztos szövetségese lesz az Egyesült Államoknak. Lengyelország feladata, az új kormány feladata, de mindannyiunk feladata is, hogy hangosan és világosan követeljük, hogy az egész nyugati közösség teljes elszántságot mutasson Ukrajna támogatására, ahogy én is fogom ezt tenni. Tehát mit hallunk? Lengyelország innentől. Brüsszel az amerikai demokraták zsoldosa. És mivel most éppen ez a fő sodor, hogy Ukrajnát kell minden áron, minden pénzzel támogatni, ezt meg is fogják tenni. Az ő megfogalmazásukkal élve, Donald Tusk, Biden pincsije, amerikai propagandista. Lépjünk is túl rajtuk. Pont. Hatalmas tüntetés készül egyébként Varsóban, az ellenzék híveit kiszólította az utcára, annyit tudunk tenni itt Magyarországon, hogy minden szolidaritásunkat felajánljuk és, és szurkolunk nekik, hogy eredményes legyen a küzdelmük. Lépjünk tovább, mert mindjárt vége a műsornak, és azért még szeretnék beszélgetni veletek arról, hogy ahhoz mit szóltok, hogy ugyan még messze van mind az önkormányzati, mind az Európai Parlamenti választás időben, de ez egyáltalán nem zavarja a honi ellenzéket. Itt már dübörög a kampány. Ennek legjobb megnyilvánulása, amikor még azt sem sajnálják, hogyha saját híveiket maguk ellen fordítják, mert hogy ezt úgy érzik nekik ez jó, mert akkor a kormányra lehet putogatni, és azzal is a kormánypártokat lehet gyengíteni. Gondolok itt a Budapest bérlet ügyére. De hát a közlekedési lehetetlenségektől elindulva a semmit tevésen át, a felelősségeért semmit nem való főpolgármester bárgyú vigyoráig a kizárad Dunán. Szóval, hogy mit, mit gondoltok, mi a helyzet Budapesten, mi a helyzet idehaza? Annyiban vitatkoznék ez az állításoddal, hogy annyira nincs már messze az a június. Tehát közel van, viszont abból a szempontból, hogy mennyi rombolást tud még Karácsony Gergely <laughs> és nomenklatúrája végezni, abból a szempontból talán messze van. És itt az elmúlt majdnem négy és fél évben pont ezt a felelősségkenegetést láthattuk. Tehát, hogy tulajdonképpen Karácsony Gergely az ember, aki ott sem volt. Tehát ő főpolgármesterként soha nem vált, vállalta a tetteinek, illetve a mulasztásainak a következményeit és ennek a felelősségi kompetenciáit, hiszen tényleg láthatjuk a Lánchídnak az ügyét, ami teljesen elbaltázott mellette itt a, a, közlekedési dugók okozását különböző biciklisávokkal, egy olyan útszakaszon és olyan útszakaszokon, ahol miközben elmegy 154 autó, közben elmegy nettó kettő biciklis, tehát valóban megalapozott ezeknek az építése. A Balaha tér felújítása körüli kérdésekkel, a városháza eladása körüli botrányjal, hiszen ilyen gondolatok is felmerültek benne. Tehát folyamatosan ezt a felelősség hárítást láthattuk, és azt a demokrácia deficitet is, amit egyébként a fővárosi közgyűlésben despota módon eszközölt Karácsony mert azért Tarlós Istvánnál láttuk a kooperációnak a fényét a ellenzéki képviselőkkel, illetve a kerületi vezetőkkel szemben is, még Karácsony Gergely mindent áttól, amit szeretne, és emellett pedig a gondolkodásukban is azért láthatjuk a, 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 a demokratikus és a, a jogállami gondolkodás ilyen, ugye szeret köztársaságként hivatkozni Budapest, hogy tulajdonképpen nevezhetjük antijogállaminak is kácsongerét, abból a szempontból, hogy most ugye a felmerült a nyilván tésős, a kedves hallgatók, nézők is értesültek róla, hogy az LMP elindítja esetleg Vitézi Dávidot a főpolgármester jelöltként, erről folynak tárgyalások a Zöld Párt és a közlekedési szakember között, és ennek kapcsán elképesztően Demokratikus felvetéssel az ellenzék további pártjai, akiket Ungár Péter szerint talán a hiszti ellenzéknek nevez, elkezdték az esélyeket latolgatni, de hát ez az ellenzéki összefogás gyengítheti Karácsöngeri esélyét és gyengítheti, ne induljon el, vagy adjunk neki egy pozíciót, hát ha, akkor nem fog elindulni, és akkor az nem gyengíti az esélyt, Tehát, hogy egy demokratikus fölpogámester választáson valaki meggyőződése szerint, vagy egy párt akár szakmai meggyőződése alapján ne indítson el egy jelöltet. Ezt támogatja a Hóni baloldali ellenzékünknek a legnagyobb része. Tehát uh -huh. ilyen uh, morális és politikai helyzetben találjuk őket 2024 elején. Uh, közel van a választás, de sajnos ahhoz messze uh, még, hogy sokat tudnak rombolni. Csak egy záróélet <laughs> hagyni csak itt a hunor tegyük hozzá, hogy mellesleg, vagy nem mellesleg inkább Házkutatás volt a Lánciat felújító cégnél egy tevékenységétől eltiltott ügyvéd részvétele miatt. Ezt majd meglátjuk, hogy mi sűmék még Igen, egyébként az érdekes, hogy Vitézi Dávidnak a jelölésére miképpen reagáltak a többi baloldali pártban, hiszen egyszerre mondták azt, hogy ez egy nagyon csúnyagonos fideszes ember, másrészt pedig ajánljunk neki állás. De, de az LNP t meg azért kritizálják, mert hogy egy csúnyagonos gonosz, fideszes emberrel együttműködik. Tehát ezt tegyük is félre. Én azt gondolom, hogy ha válaszuk ketté a politikai és a, és a valódi tartalmi kérdéseket, ugye az, hogy egységes tarifa legyen Budapest bérlet, és egy és egy bérlettel mindenre felelősen szállni, az mindenkinek az érdeke. Budapestieknek is, az agglomerációs lakosoknak is, sőt azoknak a vidékieknek is, akik bármi okról rokonlátogatás, ügyintézés Budapestre jönnek. Tehát az a fontos, hogy most karácsony a világ szeme, hiszen ha már elaludta itt az őszi dolgot, és nem újították meg ezt a megállapodást, akkor most üljön le Lázár János miniszterúrral tárgyalni, és, és állapodjanak meg. Azt gondolom, hogy ez fontos. A kormány részéről van egy jó ajánlat, úgyhogy most Karácsony Gergelybe bizonyíthatja, hogy komolyan Budapest érdekeit képviseli, vagy nem. Aztán meglátjuk. Ami, amit pedig más területeken látunk, az valóban tragikus. Én azt is azért felvetném, hogy hova tűnt ez a több mint 200 milliárd forintos tartalék, amivel Tarlós István Én átadta, bizony. átadta a főváros kasszáját, hiszen mondjuk a 200 milliárd forint az egy fél négyes metró, hogy nagyságrendileg el tudjuk helyezni, tehát abból azért komoly veruházásokat is meg lehetett volna valósítani, abban az esetben, hogyha nem inkább a kormányra mutogatás és az áldozatpóz lett volna Karácsony Gergelynek a főszerepe, de hát valójában ugye ne, nem is, nem is feltétlenül bántsuk szegényt, hiszen akár nem egyedül döntött erről, hanem a, a kedves főnök egy Gyurcsány Ferencet követi, azt illetően, hogy miképpen is kell politizálni, és ugye tavaly Gyurcsány Ferenc egyszer rá is szólt, hogy nem eléggé radikális a kormányjal szemben, ilyet, ilyet, hogy merészel akár egy percig is olyan kérdésekkel foglalkozni, mint hogy mi a dolga a főpolgármesternek, meg hogy működjön a város, nem, nem, nem. A, a Ferenc előírta, hogy a kormány elleni politizálásra kell felhasználni a főpolgármesteri pozíciót, és úgy látszik, hogy Karácsony Gergely megpróbálja végrehajtani az utasítást, úgyhogy én ezt látom a legnagyobb problémának, nincs jók ezekben a főváros. Tiborral végigegyeztették igen, a hogy igen, igen, ezt igen, ne felejtsük el. Igen. Draskovics ez a Tibor, Karácsony Nekem már annyira sok időm nincs Karácsony Gergére, de tekintettel arra, hogy mire, mire, én az első kerületből a 14. kerületbe értem, addig én folyamatosan vele foglalkoztam, néha halkabban, néha hangosabban, tehát, hogy én már Karácsony Nem Gergére hatóság leg... álló, ami kezdetben bejutott. Nem, 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 úgyhogy azt most itt le is zárom egy, 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 szolid ponttal, igen, amiket eszembe jutottak közben, tehát elképesztő volt, mennyi idő volt ideérni. A lényeg az, tudjuk, hogy hogy vezeti a várost. Azt nem tudjuk, hol van az a 200 milliárd forint, de egy nagyon jó kérdés, mert ugye Budapest ki van éheztetve, csak valonnal azért ez a pénz eltűnt, ami nem kis összeg. Az viszont, ami most itt történik a bérlet, ami most történik itt a hévvel, amit Karácsony Gergely csinál, tehát a szemünk előtt zajlik az egész. Tehát itt már ugye kitértünk Gyurcsány Ferencre. tehát az ATV-ben nyíltan elmondta, hogy utasította a főpolgármestert. Tehát ugyanúgy, ahogy annó már Kizai Péter is beismert, hogy Gyurcsány Ferenc a kapitányt bármikor elmozdíthatja. Tehát ez nagyon egyszerű. Ismételten arra tudom visszavezetni, hogy a képviseleti demokráciára. Tehát akinek a legtöbb támogatója van a politikában általában, Azért a hatalom, azért a döntő szó. A baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök. Karácsony Gergelynek nincs támogatottsága. Tehát nincs mögötte párt gyakorlatilag. Nem nincs, lehet nincs mögötte nevezni, közgyűlési frakció. Tehát Így ugye az, az fontos tudni, hogy azért Budapest is ugyanúgy, ahogy az ország is, a, tehát a miniszterelnök a parlamenttel tud együtt dolgozni, a főpolgármester pedig a fővárosi közgyűlése. De és a fővárosi közgyűlésben közgyűlés Gyurcsány Ferenc pártja a, a legfontosabb. És, és a közgyűlés nélkül nem tudnak hozni semmi a határozatot, tehát nélkülük semmi. Egyértelmű, hogy megvan kötve a keze, ő egy báb. És amint kimondta Gyorsány Ferenc, hogy harcosabban kell fellépni, és igen, támadni kell a kormányt, ő azóta harcosabban lép fel, hogy a budapestiek érdekében áll. Hát ez kit érdekel? Miért a budapestiek érdekében? Hogy mentő nem tud megállni az úton, mert most már nem csak biciklisáv van, hanem már ilyen bolyákat is kitettek ez a budapestiek érdeke. Nem, de ez őt soha nem érdekelte. A saját érdeke számít, mm. meg a párt érdek. Gyurcsány Ferenc nyilvánvalóan párt érdeket képvisel. Nála láthattuk már az elmúlt jó pár évben, ő politikai érzékkel rendelkezik, kormányozni abszolút nem tud, nem is akar. Ő a hatalmat szeretné megszerezni és megtartani, Karácsony Gergely pedig ehhez egy eszköz neki. Gábor keretessé tette a beszélgetésüket, hiszen abból indultunk, hogy a német politikusokat sem érdekli, hogy mi a véleménye a választópolgároknak, mint kiderül, magyar megfelelőiknek is nagyjából ez az álláspontja. Lelkük rajta, meglátjuk majd, hogy mi történik velük az elkövetkező választásokon. Nektek nagyon szépen köszönöm az izgalmas, érdekes beszélgetést, az értékes gondolatokat. Hallgatóimnak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz civil kör, de addig is hallgassák a hírefemet a viszontlátásra.